folytassuk akkor, hölgyek, urak, hogy van-e valami kérdésed? Be mondtad, hogy neked vannak jó kérdéseid. Jó hangosan. Igen. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy két tagja egymásban van, ugye fölhasítják fölösen egymást, az egyikből lesz egy jobbra forró, a másikból egy balra forró. Nem fölhasítja, hanem megkettőzi. Fölhasítja az olyan ketté vágja, de nem, ez két teljes lesz. Igen. Az egyikből mondhatjuk azt, hogy az az anyag lesz, a másikból az antianyag? Nem. A tahionok, a tüzelemek már egy oszcillációt csinálnak, mert amikor már vízelem, akkor csinál már oszcillációt, ide-oda, van egy rezgésben. Akkor megnyilvánul, mert ez egy Möbius felület, egy nagyon-nagyon cikornyás Möbius felület, aminek egyoldalú felület. Na ez az őrület benne, hogy a Möbius szalagnak egy oldala van. Csinálsz egy ilyen szalagot, és akkor nem úgy ragasztod össze egy gyűrűbe, hanem egy felet fordítasz rajta, összeragasztod, és aztán húzzál rá egy vonalat. Húzod a vonalat, és vissza fogsz érni a saját vonalathoz. Azt hiszed, hogy az egyik oldalán van, de mind a két oldalán van már vonal. Kétszer jártad körül a szalagot, egyszer kívül, egyszer belül, de közben nincs is kívül meg belül, mert egy oldalú. Ez a Möbius már mikor élt? Hát ez már több száz évvel ezelőtt élt, és megpróbálta ezt a problémát feldolgozni, megérteni. És nem igazán sikerült neki, de a Möbius szalag az fönnmaradt, és ezen már érdemes elgondolkodni. Igazából megalapított egy topográfiát több száz évvel ezelőtt, egy furcsa topográfiát, és ezt az egyoldalúságot próbálták megcsinálni már a múlt század elejét táján, a Klein, aztán a Kaluza, ezek ketten próbálták megoldani magát az időforrást, aztán nem sikerült nekik megoldani igazán, de már nagyon közelítettek hozzá, mert a száluniverzumot is megpróbálták ábrázolni. Én még egy CERN, ilyen stencilezett CERN ilyen kiadványt olvastam annak idején, a 70-es években valamikor, a Kertész Balázs azt hiszem azt hozta, és akkor azt nézegettük, és az a lényeg, hogy ott megpróbálták azt, hogy a száluniverzum az olyan, hogy van egy időforrás, ami körbe-körbe rohangál, ilyen kis körön rohangál, és halad közben, mint a füzetrugó, úgy néz ki a pályája, és akkor ez megy, és akkor egy ilyen rugószerű időt csinál. Mert ebben benne van a forgás, meg benne van a haladás. Egy valamit kifelejtettek belőle, mert az egésznek a legnagyobb lényege, amiről már beszéltünk az előbb, a kiterjedés. Tehát ő kiterjed, kifelé terjed, az nem ekkora vagy ekkora, terjed. Mindig nagyobb lesz. És őt elrontották, ha ezt beleteszik, akkor már jól le tudták volna rajzolni a vízelemet meg a tüzelemet, de erre nem jöttek rá. A Minkowski rájött a terjedő időre, de még egy analóg időt próbált csinálni, tehát egy ilyen folyamatos időt próbált csinálni, ami a nulla pontból szépen terjed kifelé, és akkor a koordináta rendszerbe ezt belerakta. Próbáltam a negyedik dimenziót csinálni, de nem lett jó, az se lett jó, mert a negyediket akart. Volt három térdimenzió, meg egy idődimenzió, de ez nem jó. Nem a létezésre nem mondhatjuk, hogy analóg? Nem mondhatjuk, hogy az analóg, mert oszcillál a két létezés között. És ezért ez egy ilyen itt vagyok, ott vagyok állapot. Két teljes lesz belőle, de úgy, hogy egy marad. Tehát egy, ami kettő. Ez egy ilyen teljesen fura dolog, ugye, mert oszcillál a két létezés között. Nagyon nagy sebesség a két létezés között. Ez már a vízelemnél megvan, aztán a tüzelemnél is megvan. És amikor ketté ágazik, akkor is megmarad a forrásoknak ez a tudása, és ketté ágazik női és férfi ágra, jobbosra és balosra, szóval nagyon érdekes történetek vannak benne, és a részecske keletkezésénél is megvan ez. Meg lehet találni bizonyára a táblázatban az elágazást, amikor az első elágazást, ne keresd most meg. De, tehát megvannak ezek, és az a nagyon érdekes, hogy az ókori iratokban erről már van szó. Tehát a sumérüknál megtaláltam, a teremtővel kapcsolatban már ezt megtaláltam.
Tehát ő nem a, nem, a magyarázó nem értette, az látszik, tehát megmagyarázta, hogy az nem az, nem az, az az, de közben nem értette, látszik, hogy nem értette. Persze, mert magát az időt nem értette senki. Jó felé kaparáztak egy csomóan, a meru.org lapnál, vagy 15-20 évvel ezelőtt, vagy már majdnem 30 évvel ezelőtt, már olyan fizikusok voltak, a Meru az az időhegye. Azt jelenti. Az egy ilyen kettős tölcsér, amit lerajzolt a Hawking, az ugyanúgy néz ki, ugyanúgy ábrázolja, és azt mondja, hogy akkor van a világnak vége, amikor az ketté törik az a tölcsér, az idő megszűnik, és akkor ettől kezdve már nem működik többet. És akkor megszűnik az egész világegyetem, szóval valami ilyesmit, a Meru az ezt jelentette még az Óind mitológiában, tehát nem az angoloknál vagy az amerikaiaknál, hanem még az Óind mitológiában megvan. De fizikai hegy is van ilyen, hogy Meru. Van ilyen hegycsúcs, amit Merunak hívnak. Van, amit Merunak is hívnak, igen. Nem véletlenül. Bizonyára nagyon hegyes hegycsúcs lehet, és azért az idő hegyének. Szent hegy. Szent hegy, igen. És nagyon érdekes, mert például a kínaiban a fehérre, a feketére különösen érdekeset találtam, mert arra kétféle, van a fekete szín, meg van a fekete, ami nem a fekete szín. Más fekete. Az egy más fekete, más az írásjele is, és az nem másból áll, mint két pont és tűzelemek, tehát egy az egybe a téridőt mondja el a fekete, mert a téridő az fény, de nem világít. Miért nem? Miért nem világít, ha fény? Mert egy helyben áll. És a fényt mitől látszik neked? Mitől látod te meg a fényt? Hogy becsapódik a szemedbe. Fénysebességgel jön, becsapódik a látó idegethez, és abban egy felvillanást csinál, a másik fénykvantum egy másik helyen, és ebből áll össze a kép, hogy a sok helyen felvillan és képez belőle. Na igen ám, csak ez nem jó, mert a téridő az egy helyben áll, és egy darab fénykvantum, és egy darab fénykvantum, csak akkor látod meg, hogy ha becsapódik, már nagyon hozzászokott a szemed a sötét, az akkor egy parányi villanást látsz, amikor becsapódik, egy darab fénykvantum. Észreveszed, nagyon érzékeny az emberi látás, de már akkor egy fél órája vaksötétben ülsz, akkor észreveszed egy darab fénykvantumot, és parancsolj. Nem, hogy kéne inkább fogalmazni, hogy önmagához képest áll? Tehát a saját viszonyítási minden, rendszerében? Minden hozzá képest mozog, inkább így mondanám. Tehát önmagához képest egy helyben áll, de hát nem áll, mert ez körbe-körbe másolik őrült tempóval, tehát a fénysebesség még gyorsabban mozgó elemek keltik, de csak fénysebességgel tágul. Ezért hívja úgy, hogy vízszellem. A bőmébe úgy nevezi az Isten, hogy vízszellem. Mert fénysebességgel tágul. A vízszellem fénysebességgel tágul, és ez a vízszellem, a téridő, az is fénysebességgel tágul, és ez hívja a visszelemnek. Fantasztikus, jó. Csak hogy abban 6 darab forráshely van, nem egy, hanem 6, és egy 6 bekezdősű spirál, térbeli csigaház, de 6 bekezdésű, olyan a téridő. Semmi köze ahhoz a koordináta szarhoz, amit csinálnak. Nem. De ebbe kering egy elektron. Érted? Ebbe keringenek a bolygók. Ja, és nem kell külön verkőzni, hanem maga az a fénykvantum, mit csinál? Áthelyezgeti a saját idejébe, szépen sorban, mindig arra, ez a mozgást körbe létrehozza maga körül. És az mindennan, amin átmegy, ezt a mozgást létrehozza, és keringeti a világegyetemet maga körül. A legősibb fénykvantum, az a legkezdeti fénykvantum, az még megvan. És az keringeti az egész univerzumot. Az egészet, az összes galaxista, örülött. És minden galaxisban, Több ilyen térkvantum is van egy galaxisban, mert egy fekete lyuk, ma belehullanak a csillagok, de minden csillagban van egy másolat. De az összeolvad ezzel a fénykvantummal, ami ennek a feketeknek a közepén van, ami eredetileg egy csillag volt, aztán elkezdett rá becsapódni egy többi csillag, aztán a végén fölhalmozódott annyi, hogy olyan nagy lett a tömege, hogy már a fény sem tudja elhagyni, olyan nagy tömege van. Ez így működik egy fekete lyuk.
És hát az, hogy itt van egy fekete lyuk a szomszédban, meg mit tudom, csillagászok próbálnak, hogy mondjam, megélhetést szerezni. Időnként ilyen rémhíreket terjesztenek a csillagászok, hogy már jön egy hatalmas meteor föld felé. Hát igen, és akkor ugye a végén elmondja, hogy hát 6 millió kilométerre fog elmenni a földtől, anyád a tézgést. Mert hogy 6 millió kilométerre megy a földtől, de veszélyes lenne a földre, ha belecsapodna a földbe. Tehát így próbálnak munkát szerezni a csillagászok, hogy őket nézzék, hallgassák a félelemmel, lessék, hogy ő a nagy mágus, aki elmondja, hogy hogy működik a persze. Az orvosok is azért beszélnek latinon, persze, hogy te ne tudjad, hogy miket írogatja a gyógyszerésznek. Az is latinul megkapja, és akkor tudjuk miért. Tehát így volt ez a nagy mágus, főnagy. Csak ez nem ilyen holdakat, meg izéket rajzol. Már fehér köpenybe adja magát elő a nagy mágus. Gyógyszerész is fehér köpenybe rohangál, és akkor ezek ilyen nagy mágusok, és akkor azzal. Hát nincs hagytuk ez a varázslós üveg, de hát attól még ezek nagy mágusok, mert értenek mondjuk a kémiához, parancsolj. Nem fejezted be azt az egyiptomi filmet, hogy tudták, hogy mikor lesz. Ja, nem fejeztem be az egyiptomi filmet, őrült fontos. És a papok úgy intézték, hogy föllázították az embereket arra az időpontra, amikor majd lesz a napfogyatkozás, és akkor mondták, hogy ha most nem mentek haza, és nem adjátok abba, akkor elmeszik tőletek a napot. Szóval ez volt végül is a lényege. Igen. És akkor jött a napfogyatkozás, és rettenetesen megéltek az emberek is. És hazamentek. El akarták a hóba, ásni magukat, meg minden. Akkor volt, hogy könyörögtek, hogy Ramszesz. Hát áll is vissza a napot, hazamegyünk, rendben lesz minden. Persze, de nem ez a lényeg, tudod mi a lényeg? Hogy tényleg tudták előre, hogy mikor lesz a napfogyatkozás. Órára persze. És ettől kezdve van egy nagyon elgondolkoztató dolog. Ha sík a föld, akkor hogy tudták, hogy a hold hová fog árnyékot vetni? Mert hogy az nem egyszerű, csak úgy ki lehet számolni, nem olyan egyszerű, hogy fog átmenni a holdnak az árnyéka a földön, mert a napfogyatkozás, amikor elé megy a hold a napnak, mert a hold az kering a föld körül, közel van hozzánk a hold, a nap nagyon messze van. De látszatra egyformák, majdnem. Tehát amikor a hold elé megy a napnak, pont el tudja takarni. Pont akkor fél fok körül van mind a kettő látószögre. Tehát el tudja takarni, és akkor egy rövid ideig eltakarja, és akkor ez ilyen félelmetes kinézésű lesz. De így megvan előre, hogy hol lesznek a napfogyatkozások, ez a térképen látszik. Ilyen csíkok a Földön, ilyen S alakú csíkok a Földön többnyire, és akkor ezek a különféle időkben lezajló napfogyatkozásoknak az útvonalai, ahol teljes lesz a napfogyatkozás. Ezek a ábrák mutatják. Tehát én tudunk róla, ki lehet számolni ma már, most már nem olyan nagyon bonyolult, de arra gondolj, hogy ha azt gondolták, hogy sík a Föld, akkor ezt nem lehet kiszámolni. Ezt nem lehet kiszámolni. Arról is beszélve, hogy nagyon pontosan kellett tudni a Föld tengelyforgás idejét, nagyon pontosan kellett tudni a Hold keringés idejét, a nap helyét az égen, a Hold helyét az égen, ezeket tudni kellett, mert nem tudja kiszámolni. Na most az azt jelenti, hogy nem azt képzelték, amit nekünk aztán előadtak a nagy varázslók, ugye? Voltak a nagy varázslók, akik elmondták nekünk a világot, de hát nem, az egyiptomiak nem azt képzelték, amit bemagyaráztak, hogy hát ezek buták voltak, a rabszolgák húzták a követ. Hát a helyzet az, hogy nem is lehet akkor a piramist építeni, meg még Európában is van sokkal nagyobb piramis, mint a Keopsz. Yeah. Mert te mész baromira messzire megnézni, az 300 km, 71 piramis. Akkor a nagy piramis, a 600 méter az oldaléle. A Keopszé csak 246 méter, vagy mennyi, ugye? Majd a harmada. Tehát egy akkora nagy piramis. És a 146 méter, vagy mennyi volt a Keopsz, föld feletti része, mert lefele is ugyanakkora volt, és a
ennek a, meg a 220 méter a magassága, tehát a magassága is sokkal fölötte van. 220 méter és 314 méter a tengerszint fölött a piramis. Hát rámentem a piramis csúcsára és néztem a Google-ra, 314 méter anyát. Hogy pont 314 méterre, miért a P-nek a százszorosa? Tehát az, ezek olyanokat tudtak, amiről itt mindenféle nagy arcoskodás van, mert megpróbálnak minket ilyen, hogy mondjam, a gombával, a trágyával letettett gomba szintjére hozni, el is mondják, hogy az emberek azok csak ilyen trágyával letettett gombák. Ezt is képzeli illám rólad, nehogy azt hitt, hogy nem, te egy senki vagy, egy gomba vagy. Ha van kedvem, levágom. Hát mint a szocializmus, az is olyan volt, a gombatermesztés, a kinövekvő fejeket mindig levágták. Amíg már kinőtt a többi között, azt levágták, azt vágták elsőnek. Már régen vágták, a csodálatok is megérdekel. Igen, úgy van. Nehogy másképp legyen gondolkodni. Nehogy másképp legyen gondolkodni. Igen, mert hülyék vannak hatalmon, a hülyék borzalmasan félnek azoktól, akik egy kicsit is többet tudnak náluk, és az nem olyan nehéz. Nem olyan nehéz. Olyan maraságok, több igazgatóval beszélgettem, én a vállalati igazgatókat ismertem, valamiért mindig megtaláltak engem. Na, mert én olyan kritikus voltam, de nem úgy, hogy cikéskedtem vele, hanem hát ez nem annyira jó, így kéne szerintem megcsinálni. Akkor utána számoltak ott mérnökökkel, meg kiderült, hogy igen. És akkor utána megcsináltam. Tehát nem kaptam egy korsos sörre való pénzt, szóval csak úgy mondanám. Az ötleteket lenyújták, saját helyet előadták magukat, pártirodába előadták, így működött. Na, tehát ilyen piramisok vannak a Földön, igazi piramisok. Tehát nem az, hogy olyannak képzelem, piramisnak képzelem meg minden, mert a voltunk ugye, voltunk a piramisnál, a Lüszokon, igen. Hát nem volt az se kicsi az a piramis. Ez az. Ez az. Tehát láthatóan az egy piramis, és kőlapokkal van borítva. Tehát nem az van, hogy hát talán olyan piramis alakú hegy, és akkor bele lehet képzelni. Nem kován, az nagy vastag, ilyen vastag kőlapokkal van borítva, betonlapokkal. Beton. Igen ám, csak hogy 35 ezer éves. Ugyanilyen beton Dél-Amerikában, mindenhol, ilyen beton öntvényeket találtak Dél-Amerikában. Nagyon bonyolult formájú beton öntvényeket találtak. És akkor mondták, hogy faragták a kővel, mondom, hát persze faragták, nagyon faragták ezt, bronzvésővel komolyan, azzal. Na, azzal nagyon jó lehet a hatos keménységűt, nagyon jó lehet vésni bronzvésővel. Ilyen síkra, olyan sík, olyanokat találtak, hogy olyan sík, te figyeld, ráteszed a vonalzót, a fém vonalzót ráteszed, ez nem lehet kilátni alatta, sehol. Tehát olyan, annyira egy vonalban van minden. Tudod, így ütögették kavicsal meg, hát érted, hát persze egyszerű ez, és csiszolgatták, és na jó, de hát egy ilyen követ hogy csináltak meg, mert ugye az egyiken van a hepe, a másikon a hupa. Mert a hepe hupás után, egymás után nincs két hepe, és akkor csináltak, fölraktak egy követ, jó, fölraktak, bazi nagy szikla, 20 tonna, vagy 8 tonna, vagy akármennyi, fölrakták. Mivel rakták föl? Hát ugye 240 tonnás, meg ilyen követ is vannak benne, 240, meg 400 tonnás is van. Ez 400 tonnás követ mivel? Ilyen autó, mostani korszerű drótkötéllel felszerelt autódarúknak is megvan a kis maga határértéke, ha letalpalod, akkor is azt mondja, hát 20 tonnánál azt mondja, köszi. Na most a 20 darabot körbe raknak, hogy azzal meg tudták volna éppen emelni. Na jó, de ezt most el kell venni A-ból B-be. Tudod, rárakták a görgőre. Értem. És mire tették rá a görgőt? Mert a földre tette, azért így belenyomta a földbe, aztán nem gördült. Ugye? Tehát nem gondolja végig, műszakilag antitalentum, de ő kijelenti meg, elmondja meg. Hát mondom, nem gyerekek, nem annyira. És ezek láthatóan öntött kövek. Igen, de baromi kemény, mert meg volt a technológia hozzá. És ezeket öntötték. Fantasztikus. Csak hogy, hát ott Dél-Amerikában más mérnek voltak, de van amelyik 12 szögletes kő, tudod, összefaragták a kettőt, érted? Fogták, és a
század milliméterre összeparagták, az egyiken a dudor volt, a másikon a pup volt, a harmadikon a gödör volt, és azok úgy illeszkedtek egymásra, hogy meg se nyekkent, semmi. Pontosan, késpenge nem fér közé, úgy összeilleszkednek. Mindig megemelték, alatta kivésnek egy kicsit, és akkor megint rátették, nem jó, fölemelték megint, és akkor lehetett haladni ezzel. Ez egyfajta zsogó. Mi? Nem egyfajta zsogó készítésre. Bizony, egyfajta csúszós zsogó készítésre kell gondolni, bizony. Ugye egyfajta csúszó zsalúval csinálták, és a csúszó zsalú még néha ilyen domború is volt. Hogyha zsákba töltjük a... Vagy zsákba, igen, valami, nem tudom, milyen zsákba töltötte, miben. Juta zsákba, tök mindegy. Vagy ilyen baromi vékony, de baromi erős anyag. Érted? Baromi vékony, de baromi erős anyag. És akkor azt valahogy úgy oda tudták rögzíteni, hogy föltöltötte 5 tonna, vagy 10 tonna ilyen betonnal, és nem szakította szét. És gyönyörű szépen illeszkednek egymáshoz a követ. Tudod, faragták, értem, értem. Tehát a 6-os keménységű követ faragták a bronzvésővel. Tehát én tudtam már ilyen nagyon okosnak, hogy te figyeld, itt van nekem bronzvésőm, itt a járdából azt a, az olyan keménységű kő, próbáld a járdából egy ilyen kocka követ, szerzek neked egy kocka követ, faragjál belőle valamit, bármit faragjál belőle, mondd el előre, mit faragsz, nem az, hogy úgy sikerül, hanem mondd meg, hogy mit akarsz bele faragni, csak az pontosan megfaragodni. Mindig följelsz köztörülni a bronzvésőt. Egyet ősz bronzvéső, egyet ősz csiszolat, egyet ősz csiszolat. Mert hogy egy bronzvéső nem lehet, de acél meg nem volt. Tehát azt mondták, hogy nem volt. Hát kivéve a Gyevi bírót, mert amikor fölküdtek egy kamerát ott a Keoszba, fölküdtek egy ilyen 15x15-ös luk, ilyen cső, ilyen, ez ilyen légcső, ilyen levegőző cső, és fölküdtek egy ilyen robotot, ilyen kis lánclapos robotot csináltak, ami oda befér, és akkor az ment, vitt egy kamerát, és kábelekkel közvetítették ki a képet még, és föl, el is jutott egy betonfalig, vagy egy kis falig, le volt zárva egy fal, és volt rajta két bronzkilincs. Izé volt vas, még rosszabb, mert vas volt, igen, vas volt, igen, csak hogy hát a vasat meg még ezek nem is ismerték talán, ugye nem tudták megolvasztani, ott van, nézd meg, így néz ki ez az, az a kis ajtócska, ez egy felhúzhatós ajtó, tehát ezt le lehetett ereszteni, föl lehetett húzni, tudod, hogyha a fárolnak nem volt a koporsóval elég levegője, akkor fölhúzták. És akkor a csövön keresztül kapott levegőt, aztán komolyan kiszelőztetett, ugye, akkor megint lehúzták. Hát persze nem, de igen, mert ez aztán kanyarodik. Ja, mögötte van még egy ajtó, aztán kijutottak a felszínre. Már a piramis felszínére. Először azt nem találták, aztán kijutottak a felszínre, megtalálták, hogy hol lukadt ki ez a csatorna, hol jön ki a felszínre. Igen, mert a vízözőre készültek. És ez egy a vízözön álló piramis volt, mert a Földet, el akarták a Földet terelni a Hold útjában. Ami jött a Föld felé, és el akarták terelni a Föld útjában. A Földet az útjában, rosszul mondom. És átalakították a Földet, és vagy hogy mondjam, a Földnek a keringési idejét, és 15 nappal meg tudták hosszabbítani a keringési időt, tehát az év hossza nem 365 nap volt, hanem 380 napos lett az év. Egy időre, de hosszú időre naptárat is kellett hozzá csinálni, a születési naptárat, ugye, névnapi naptárat, csináltak és meg is van. Még megvan ez a naptár, ami bizonyítja, hogy... Tárkánynapok. Ugye ez igaz? Bizonyítja, aha, tárkánynapok, úgy hívták ezeket, ő tárkánynapok. És arra is megvannak a névadó naptárak, azokra a napokra. Ez olyan, mint a harmadikos tanítónéném volt, a zsebő professzornak volt a felesége, akinél aztán később dolgoztam, de a nagyon édes, aranyos tanítónéni volt, ilyen nagyon jó szívű, nagyon aranyos kis tanítónéni, nagyon szerettem, és az a lényeg, hogy annak szökélyévenként volt születésnapja, mert hogy pont úgy született, hogy 29-én, és akkor ettől kezdve neki akkor volt a születésnapja, és akkor így 4 évenként öregedett csak egy évet, mert... De olyan jó, jól élek volt, olyan jó kis humoros, kedves,
nagyon kedves asszony volt, hát el is vette egy professzor feleségül, talán nem véletlenül. Ott laktak az Elnök utcánál a Népliget közelében, még jártunk ki locsolni, meg hú, én akkor divat volt, a fiúk mentek locsolni, a nőket, lányokat, tanítónéni, elmentünk meglocsolni, elni, ervadjon. Igen, hát ez jó dolog volt. És ez speciál egy nagyon édes, aranyos tanítónéni volt, akit nagyon szerettem. És ez az alagút mutatja, hogy ezt a piramist valami egészen más célra építették. Mutatja még a két oldalában lévő fogas léc, meg az a rámpa, az a ferde rámpa, amin keresztül egy szabályozó rendszert mozgattak és föl és alá, mert azzal lehetett a piramisnak a hatását kicsit változtatni, ilyen justírozóka volt, ilyen állítóbenek, kis szabályozóka volt, amit, ahogy húzogatták, úgy rezonanciával jöttek, de hogy ne legyen földrengés, meg ne legyen balhé, tehát annak meg volt az, hogy finoman szabad volt kezelni, nem mint bolondborja az öreganyját, megtámadta, hanem szépen lassan szabályozgatta, és akkor lassan változott a földnek a keringés ideje, távolabb került a naptól. Azt mondja, távolabb került a naptól, ez még csak rendben van. De nem csak a Földet rendezték el, hanem a Merkurt, vagy a Marsot is, meg a Vénuszt is. Ott van három piramis egymás mellett, a három piramis méretei gyanúsan olyanok, mint a Mars, a Vénusz. Ugye, mert a Keosz piramisnek, meg a Kefrénnek, a méretei az úgy arányaiban hasonlít a Vénuszra, meg a Földre. Tehát kicsit kisebb a Kefrén, nem sokkal, a Vénusz is kicsit kisebb, mint a Föld. És a harmadik piramis, a Menka úrénak nevezett piramis, az meg sokkal kisebb ezektől. Azaz, hogy az bizonyára a Marsnak a hangolókája, tehát nem csak a Földet hangolták gyerekek, hanem a távoli Vénuszt, meg a Marsot is hangolták. Hihetetlen. Tehát hol van ez tértechnológiában ahhoz, amit mi itt kitalálunk? Értitek, hogy mekkora volt az a tudás? És ez nem akkor jött oda. Már volt ilyen balhé, hogy nekiütközik valami holdszerű valami a Földnek, és akkor is ugyanígy hangolták, csak akkor még nagyobb piramisokat építettek. Ugye a Közép-Amerikában, meg a Dél-Amerikában lévő nagy piramisok is voltak, nagyon nagy piramisok Dél-Amerikában. Már nem volt hozzá anyag, akkor ilyen földpiramisokat építettek, megfelelő hangoló rendszerekkel, és akkor megpróbálták a Földet elterelni az ütközés útjából. Tehát ezek 35 ezer évvel ezelőtt. Ugye a Viszokói piramis az 30-35 ezer éves legalább, mert találtak benne szenet, a belül a belsejébe, akkor azt megpróbálták analizálni C14-jel, és akkor kijött nekik, hogy hoppá, ez 30 ezer éves ez a szén. Akkor égett. Mert hogy a C14-es vizsgálatnak az a lényege, hogy az élő növények, az a fa gyűjti magába a szénnek a, nem csak a szenet, ugye az a C12 lenne, de a C14 az egy izotop szén, és ezt is gyűjti magába, és ez csak addig tudja magába gyűjteni, ameddig él. És akkor onnantól kezdve ez elkezd feleződni, de mivel ez egy hosszú ideig feleződik, ebben kor meghatározás lehet csinálni. Ez a lényeg. Tessék, parancsolj! Igen, és két egymástól független egyetemre is beadták. Bizony. A vizsgálatra és mind a kettő. Az egyik azt mondta, hogy 30 ezer éves, a másik azt mondta, hogy 35 ezer éves. Az már ilyen szempontból mindegy. Már csak azért is, mert mikor kezdődött az egyiptomi korszak? 4500-6000 éve, de ez sokkal, de sokkal régebbi. Egyébként maga az egyiptomi civilizáció is régebbi, ezt a kor meghatározásokkal meg is találták, meg is csinálták, csak nem merték nagyon publikálni, vagy nyilván. Tehát nyilvánosságra nem meri hozni, mert kigolyozzák a kollégák. Tehát ha valaki nagyot mer lépni, annak vége. Az összes kollégája ráveti magát, mert eddig ezt tanítottam. És akkor most akkor így hülyeséget tanítottam? Igen, de hát most mit mondjuk erre? Összedől a világrend. Összedől a világ, hát az ő hazugságvilága összedől. Tessék, Kancsa. Több helyen azt találom, hogy a három piramis az a Merkur, Vénusz és a Föld arányait és korrelációjára igen. Megfelelően épült.
A kérdés az, hogy honnan tudták, hogy mekkorák ezek a bolygók? Honnan tudták, hogy mekkorák a bolygók, ugye? Pontosan. Hát meg milyen messzire van, mekkora tömege van, milyen a belső struktúrája. Tudnék, ezek a piramisok nem egyformák. De miért nem? Mert a bolygók se egyformák. Te el akarod hangolni, akkor arra kiszámítottak mindenféle handa-vandával, hogy mivel tudod befolyásolni, milyen frekvenciával. A frekvenciát az anyag adta, és a nagyság. Tehát milyen anyag van benne, és milyen nagy. Tehát azért kellett neki mindenféle ilyen huncutságokat csinálni, hogy hangolni, meg rezonanciába hozni, meg üregrezonátorok voltak benne, meg mindenféle üregrezonátorok. Tehát ezek tudtak olyanokat a technikából, amit ma még már sejtjük, meg tudjuk, de honnan tudták ezt akkor? Honnan tudta, hogy, mert azt mondja, hogy a Merkur, én azt mondom, hogy a Mars, de ez most tök mindegy, mert hogy a két mellettünk lévő két bolygóról van szó, mert a Mars az kifelé van, a Vénusz meg befelé van egyel, tehát az kering körülöttünk a közelünkben. A Merkur az közel van a naphoz, de az egy szökött hold. A Merkur az egy szökött hold, ránézésre is egy hold, olyan, mint a mi holdunk. Tehát ha megnézed a Merkurt, ugyanolyan kráterek vannak rajta, ugyanúgy néz ki, mint a mi holdunk. Az is egy öreg hold, mert a mi holdunk is egy öreg hold, ami nem innen jött, hanem tértechnológiával hozták ide. Ez a nagyon érdekes. Tehát amikor ide hozták, aztán szabadjára engedték, amikor az a civilizáció már nem volt, aki ezt idehozta, nem tudták kezelni. És ettől kezdve egyre veszélyesebb volt, és hogy a holddal össze fogunk ütközni. Tehát ezeket végig följegyezték a nagy civilizációk, ezeket a veszélyeket, meg minden. A holdütközés benne van az Arvisúrában. Tehát benne van. És benne van, hogy idegen civilizáció, földön kívüliek. Volt olyan az Arvisúrában, most is benne van, hogy az a nép nem földi fegyverekkel harcol. Most akkor mivel? Szóval értem, nem földi fegyverek. Mivel? Hát itt földön kívüliek sose voltak. Minden csak hazugság. Minden csak képzelgés, meg sci-fi. Összeesküvés elmélet. Tényleg, haver? Tényleg? Annyi földön kívüli van most a Földön, hogy amit mondott a Medvegyev, hogyha megtudná a lakosság, hogy mennyi földön kívüli van a Föld, össze-vissza szarnák magukat a félelemtől. Hogy 10 000 szám vannak itt, nem az, hogy van 3 földön kívüli, és akkor azokkal mi beszélgettünk minden. De igazából nincsenek, de azért beszélgettünk velük. Hát erre azt mondom, hogy hát egy kicsit ennél jobban kösz fel a gatyádat. Mert hogy körülöttünk rengeteg civilizáció van. Rengeteg. És ezeknek a fele legalább űrhajózik már, az nagyon sok. Milyen korszakot élünk a Földön most? Mindet. Gyerekek, a braziliai őserdőben, Brazília az egy köztársaság, de braziliai őserdőben találtak olyan indián törzset, aki meglátta a helikoptert, azt nyillal kezdett rá lőni. Meg van filmen, meg tudom nézni. Lefilmezték a helikopterból, hogy nyilakkal lövöldözték a helikoptert. Ezek még nem láttak soha helikoptert, be voltak szarva, aztán le akarták lőni, ez valami nagy madár, vagy mit tudom, micsoda. Ilyen. Tehát egy szár köcsbe-csöcsbe ott rohangálnak az őserdőbe, alig ruha van rajtuk, vagy valami, vagy az se nagyon, és akkor közben meg a fejük fölött meg megy az űrállomás. Lehet látni, te is láthatod, most éppen esténként látszik az űrállomás, a ilyen 8 óra, 9 óra felé, 7 órától 8 óra a tájban érdemes nézni, megy az égen, és nagyon fényes, fényesebb, mint a Jupiter, tehát eléggé fényes, lehet látni, hogy megy az űrállomás, előre meg lehet nézni, hogy mikor fog jönni, beírod, hogy ISS live, élő, live, ISS live, beírod, és akkor megtalálod azt, hogy mikor megy. Van ilyen táblázat, hogy mikor megy. És ha beírod azt, hogy te hol vagy, mert mert most azt mondom, hogy jönnek itt nekünk este, de ha te mondjuk Szibériából nézed, akkor nem ugyanakkor fog menni. Hát, mert a Föld gömb alakú, ugye, és akkor majd szépen sorba fog menni
különböző területek fölött. És alkonyatkor vagy hajnalban, amikor még nem kelt fel a nap, még sötét az ég, akkor a legjobb, de már mindjárt hajnalodik, és akkor ilyen 3 óra, 4 óra, 5 óra, mikor, hogy télen, ugye 6 órakor is még nagyon jó, és ha derült az ég, akkor meg tudod nézni, hogy megy az űrállás, és pontosan megmondja, hogy honnan fog jönni, hová fog menni, és így tovább. És ezzel is érdemes játszogatni. Én nagyon szeretem nézni, amikor jön, megnézem, kirohanok, megnézem. Most is szokott jönni szépen. Kirohanok a gangra, vagy erkélyre, kiülök, azt várom, hogy jön az űrállomás. Télen is. Kimegyek, levegőzök egyet, de közben látom menni az űrállomást. Én a szórakoztatónak tartom. Tehát az a lényeg, hogy nagyon sok dolgot tudunk már ez a, mert mi ez? Ez egy megfigyelő, már úgy értem, hogy az ISS megfigyelésére egy nagyon jó központ, ahol meg lehet adni a lokációt. Megadod a lokációt, tehát hogy hol vagy, azt meg tudod nézni a Google Earth-öt, ha van. Ingyen le lehet tölteni. Nem, be lehet írni a lokációt, be se kell írni. Ha beírod, hogy Budapest vagy Debrecen vagy mit beírod, akkor pontosan megmondja, hogy ott hogy fogod látni. Mert azért nem messzire, hát azért ellát elég messzire ez a űrállomás, ez Gibraltártól az Uralig. Tehát Kazasztánig látja. Tehát amikor nekem éppen a 89 fokon megy át, vagyis hogy majdnem pont a fejem fölött megy át, akkor ha följebb lennék egy kicsivel, akkor Gibraltárnál jelenne meg, és egészen Kazasztánig látnám egy légtébe. Hát persze itt a városban az nagy szórt fényben már mondjuk annyira nem, mert amikor már látom, tehát nem egy már nagyon halványkának látod, de ha mondjuk egy ilyen sötét helyen vagy, akkor ott azért ezt láthatod nagyon szépen, gyönyörűen lehet látni. Hát általában vannak rajta 3-an, valamikor 6-an, és kutatómunkát végeznek, már egyre rozogább az űrállomás, most próbálgatnak, nagyobb űrállomást fognak csinálni szerintem, vagy már meg is van, csak még simliskednek vele, szóval lesz abból valami, mert hogy a hold körül keringő űrállomást is akartak csinálni, hogy állandóan a hold körül legyen egy űrállomás, ami ott kering. Ugyanúgy kering a hold körül is, mint a föld körül, csak nem avval a sebességgel kell keringetni, mint a föld körül. A föld az jobban vonzza, a hold kevésbé vonzza. Ha a hold körül ugyanolyan sebességgel keringetnéd, mint a föld körül, akkor nem sokáig maradna a hold mellett. Akkor jó, elhúzna. Barcelonától Kijevig látszik. Igen. Barcelonától Kijevig lehet látni, lesz. Igen. És akkor, hát persze Barcelonát nem látod már innen, de ő föntről látja. Nagyon a fényeit látja. Tehát mentem így repülővel, és akkor láttam egyszerre a Rómát, meg Berlint. Tehát ott lehetett látni a két nagyvárost. Az egyik oldalon láttam Rómát, másikon Berlin. Tehát egészen messzire lehet látni így. Hát Bécset azt nagyon lehet látni. Az közel van, 240 km, nagyon közel van, azt nagyon lehet látni. De ugyanakkor Debrecent is látod rajta, nem csak Bécset után. Te föntről a repülőről ilyen 10.000 méter magasról lehet látni. Nagyon szépen. Mert hogy messzire lehet látni arról. És itt az űrállomásról ők is nagyon messzire ellátnak, tehát mondjuk majdnem átlátja az egész csendes óceánt, tehát a két partját majdnem látja. Nagyon, nagyon messzire el lehet látni, és ez is érdekes, aranyos dolog. Ezzel érdemes foglalkozni, hogy egy kicsit eljátszogatni. Gyönyörű, ha megnézed a képeket, amiket közvetítenek, van két kameraim is, ami hát nem megy mindig, de azért lehet nézegetni. És gyönyörű szép színes képet ad a föntről a világűrből, hogy látják az űrállomásról a Földet. Nagyon klassz. És azt nézheted, mit tudom, 10-20 percig, és nézegeted, hogy mennek a felhők lent, megy fölött az űrállomás. Hát igazából ugye az a baj, hogy nincs a közelben átjátszó állomás, tehát nem látják a Földről, nem közvetítik, az az egyik, a másik meg az, hogy az éjszakai oldalon megy. Éppen ott lehet látni, a városok mennek el, lehet látni, hogy a városok, ott vannak lent a városok, meg a lámpák, meg minden, lehet látni. Fantasztikus. De a Holdon is látszanak, az a nagyon érdekes, hogy a Hold körül keringő űrállomásról, vagy űrhajóról, a
még nem egészen állomás, csak egy kis kaszni, de ott kering a Föld körül, és a Hold körül kering űrhajóról, amikor a Hold nem felénkes oldala fölött megy, és éppen ott sötét van, mert felénk van a teli Hold, mondjuk, de a Hold mögébe megy, ott éppen nincs teli Hold, ott sötét van, és amikor bemész a sötétségbe, akkor látod a városokat, ki vannak világítva. Ezek ilyen bázisok, nem nevezném városoknak, de sokan vannak rajta, és egész komoly. Na jó, hát ilyen 50-en, 100-en vagy 5000-en a legnagyobbakban, tehát nem annyira sokan, de vannak benne, és ezek az űrállomások ilyen nagykövetségek. Tehát itt van ilyen, hogy mondjam, ilyen találkozó hely, ahol mind a két harcban álló fél találkozhat. Például vannak háborúk, a különböző galaktikus háborúk is vannak. És ezekből a galaktikus birodalmakból már alig maradt. Két birodalomnak még, már ilyen kis leszűkült ilyen 40-60 csillagnak a környezetében még vannak ilyen ekkora birodalmak, de ezek galaktikus méretűek voltak, ezek a birodalmak, hát már nem olyanok. Az ilyen skifik szólnak róla, de tényleg voltak ilyen birodalmak. Ugyanúgy elmondanak, mint a földi birodalmak? Ugyanúgy elmondanak, törvényszerű. Mint a törvényszerű. A hatalomra kerülnek, erőszakosak, aztán szétverik őket, aztán összecsuklik az egész. Ilyen, minden operetté válik, vagy hogy mondjam, ami nagyon meg van rendezve, nagyon meg van csinálva, aztán már egyre kevésbé. A katonaságnál is, már a puska nem baj, hogy nem működik. Volt ilyen nálunk, hogy letározták azt, ott a kocsihoz oda volt támasztva a kerék egy roncshoz. Már ott nem is volt rajta, csak oda volt támasztva, hogy messzerűen úgy nézzen ki, mint ha autó lenne, megszámolták darabot, aztán már csak kamu volt az egész. Nem kaptak rá pénzt, a javításra szartak is bele, nem is akarták megjavítani, parancsolt. Ez csak a 3D törvénye, nem? Hogy ilyen fejlődik. Nem, a 4D is, a 4D is. Kevesebb ott az ilyen konfliktus, de van. Sőt, a Védákban ilyen is van, hogy az idő semmi, az Istenek az idő semmiben is tudtak háborúzni. Ilyen mondat. De mi az, hogy idő semmi? Tehát van olyan, ugye van olyan réteg, a nem tér nem idő réteg, ahol nincs tér, meg nincs idő, ott szoktak körözni az ufók, és nem a térben, mert ahhoz kell gyorsulni, meg lassulni. Az olyan, mint egy repülőgép. Hát, mint a mi űrhajunk. De amikor bemegy a nem tér nem időbe, ott a galaxis túloldalán tud kibukkanni egy jobb technikával. Itt eltűnik, ott meg megjelenik. Tessék, parancsolj! Az Istenek az idő semmiben is tudtak háborúzni, de a térforrás, ami fenntartja az űrhajót az idő semmiben, az is egy Isten. Bizony. Az a Szentlélek. De igazából az űrhajó... egy Szentlélek az űrhajónak, akik már tudnak az idő semmiben űrhajozni, azok egy szent lelket generálnak maguknak, egy téridőt generálnak maguknak, és ez a téridő tartja fent őket ott. Oda belépni nem lehet úgy, hogy nincs térforrásod, és hogy belépni lehet, de aztán soha többet nem fogsz kilépni onnan, mert az űrhajód eltűnik a francba, kész, nincs. És ezért nagyon pontosan és precízen kell ismerni a tértechnológiát, de egy őrületes nagy lehetőség az emberiségnek. A következő világkorszakban még nem engednek minket ki a nagy pályára, még nagyon bolond proletár gyerekek vagyunk, még nem engednek ki minket, de elmehetünk az algolig meg vissza. A 100 fényév az nem kevés, oda el tudunk menni, meg fogják engedni nekünk. A következő világkorszakban az olyan 2400 év múlva kezdődik, és a 2400 év múlva a bak világkorszak fog. Engednek vagy visznek? Mit? Az algolig. Engednek. Már lesz olyan űrhajónk, ugye? Most is van, csak most is van ilyen űrhajónk, csak simliskednek össze-vissza. Nem mindenkit engednek. Nem mindenkit engednek, igen. Nem, akárki nem mehet. Tehát, ha nem szobatiszta, nem mehet. Kész. Ennyi az egész. Szobatisztának kell lenni. Mert különben károkat okozol, ilyen... Szalonképesnek kell. Igen. Rendesen kell tudni viselkedni, meg másokra vigyázni, betartani a törvényeket, stb. Azt nem tartod be. Már miközben a tértechnológiai trükköket csinálsz, is tudsz károkat okozni.
Hát ez olyan, mint hogyha te próbálgatnál egy repülőgépet, ami időnként lezuhanna az úton. Az autószrádán, akkor megint csinálsz egy másik, az is lezuhanna az útra. Hát néhány pilóta ott hagyná a fogát, de megpróbálna leszállni az útra, nem sikerülne, pács, kész, ennyire. Miért pont az alagból ez valami lokális parancsnokság? Az egy másik pokol. Az alagból az egy másik. Az egy másik pokol. Igen, becsületesen mondom. Az egy másik pokol. Csövörbövödörbe. Igen, de egy nagyon szép bolygó. Szóval csak úgy mondanám, hogy ott van, nem az alagból, az egy csillag. Az a, ugye, az a neve, hogy démon, azért érdekes. Ugye, az angol. És az, a nagyon rendes bolygórendszere van neki, és a második bolygója egy nagyon kellemes bolygó, de tényleg kellemes. Békés, nyugodt és kellemes. Nem látszott semmi. Most oda fogják evakuálni az emberiséget. Most előkészítették, kitakarították a smütyítőst. Oda fogják az emberiséget evakuálni, mert itt az emberiségnek jön egy idő megállás. Megáll az idő, nem tudsz elszaladni, felejtsd ezeket a baromságokat, hogy na majd elbújok, meg elszaladok, meg lelövöm, meg szóval ezeket felejtsd el. Ha megáll az idő, akkor te, ha nem vagy egy lófarkas herceg, akkor esélye nincs. Amilyen a Csipke Rozsikában van, ugye a lófarkas herceg be tud menni a várba, az összes többi nem lófarkas herceg, oda ment, de mindnek megállt az idő. És amikor bement az igazi lófarkas herceg, aki megcsókolgatja már ugye a Csipke Rozsikát, akkor már az be tudott menni, megcsókolta, lecsókolja, és akkor kolja meg, lecsókolja. Tessék válaszni. Én azt olvasom a Wikipédián, hogy az algol az egy hármas rendszer. Van egy algol C, és ami az algol A igen. és B közös tömegközéppontja körül 1,86 évente tesz meg egy keringést. Az egy nagyon közeli és gyorsan keringő. Igen. Ugyanúgy hármas, mint a Sirius. Ugyanúgy hármas, mint a Sirius, meg ugyanúgy hármas, mint a Centaur. Az Alpha Centauri, Proxima Centauri, meg tudom, ezek egymás körül keringenek. Ez a klímában, tehát valahogy befolyásolja a rendszer. Klímában, én nem tudom, én nem ilyen testben voltam, úgyhogy ezt most nem tudom neked elmondani. Négydés testben minden más. Sokkal egyszerű volt, ha... Más. Négydés testben minden más. Szóval, nagyon más. Szóval, ez nem tudod elmondani. Nem azért, mert nem akarod elmondani, nem is lehet. Tehát a síkvilág emberének, mondjuk a legyen síkvilág, akkor a síkvilág emberének mondd el a foci meccset. Hát ha összeszarod magad, sem tudod elmondani a foci meccset, mert már a labdát sem tudod elmondani, mert ott csak ilyen lapos korom van, labda nincs. Tehát olyan lesz, mint annak idején volt a TV pingpong, amikor játszottunk még ilyen játékot is akkor. Az öregek még játszottak ilyennel, talán le lehet tölteni, biztos csináltak ilyen napot, ahol ilyen két ütő között lehetett kütögetni egy ilyen pöttyöt, nagyon jó játék volt. Hát az az első számítógépes játékok voltak, nem egyszer. Hát abban még számítógép nem volt igazából, hanem csak néhány ilyen kapu hicé volt, de meg lehetett építeni, meg is építettük, játszottuk rá. Mekkora nagy császár volt, ott egy ilyen összes szomszéd ott akart lenni. Igen. Az összes szomszédot akart venni, mind látni akartam. Mint amikor először megvettem az első roncs tévémet, voltam, gimnazista voltam még, és megvettem az első roncs tévét, 200 forintért vettem, és a taxi 200 forintért hozta haza. Tehát akkor a taxi még sokkal olcsóbb volt, de annyiért hazahozta, amennyiért vettem, és még egy ilyen szatyor alkatrészt is kaptam hozzá. Ez egy ilyen katonatiszt volt, aki kint szolgált az oroszoknál, és hozott egy tévét. Nem színes tévét, nem, ez még fekete fejé volt, és akkor így ekkora képernyője volt, mint a Junosznak, és akkor belülről megnézted, akkor egy ekkora radarcső volt benne belül, egy kerek radarcső. Rendes radarcső, és az kerek formájú volt, és le volt maszkolva ilyen nézet, vagy téglalap alakúra, és akkor azzal lehetett képet csinálni. A hangot meg külön be kellett állítani, mint egy rádiót. Külön csatorna. Külön nem csatorna, külön olyan volt, mint egy URH-vevő, be lehetett hangolni a hangot hozzá.
ha megtaláltad először a képet, akkor meg kellett keresni hozzá a hozzátartozó hangot. Hát túl sok keresni valód nem volt, mert összesen egy adás volt Magyarországon, nem volt túl nehéz ezt megtalálni. Aztán már nem kellett állítgatni, mert ugyanott kellett venni. És akkor megcsináltam, de gyerekek a szomszédságot ágyúval nem lehetett kizavarni tőle, mert azok állandóan jöttek tévét nézni. Voltak ilyen semmire való adások, és azt is nézni akartam, hogy hú, az csodának számít. Anyám az, hazavittem, 1-24 óráig nem hagytam abba, megcsináltam. Egy végtérve, de megcsináltam. De azt mondta anyám, hogy nem tudott ezt megcsinálni, és akkor nagyon berágtam. Egy napig egyfolytában csináltam, aztán egy napig aludtam, de megcsináltam, működött. És működött. Megcsináltam a televíziót, működött, és még utána néhányszor megjöttünk, kb. 8 évig még néztük. Ugye akkora doboza volt, és egy ekkora kis képernyő volt rajta, és ilyen hangszorravászon volt körbe a televízió, mint a rádiókon régen volt az a hangszorravászon, egy dekorációs vászon, és akkor a hangszoró mögötte. Na hát ez is olyan volt, ott is benn volt a hangszoró. Tehát nagyon, nagyon jó pofa volt, de tévéztünk vele, néztük a tévét. Még sokáig, vagy 8 évig néztük a tévét. Ilyen? Nem. Ez már korszerű. Ez már korszerű. Ennél sokkal kisebb volt a képernyő arányaival. Tehát egy ekkora nagy láda volt, így. És egy ilyen kicsi képernyő volt rajta az önök. Akkor is ekrán, az volt a neve, azt írt be neki a kereső, ekrán. Az azt jelenti, hogy képernyő. És akkor talán megtalálod ekrán tévé. Hát én már beírtam, hogy videóton, tehát ez is nem videóton, nem. Ez orosz volt. Orosz gyártmány volt, orosz volt. És kutyát tekercseltem hozzá, mert aztán nem semmi. Az, aki tudja, hogy az milyen nehéz megcsinálni, és megcsináltam. És működött utána. Hát volt, amikor 5 percig működött, és egy fél napig csináltam a kutyát. Aztán utána, mert a malom kerek az átütött rajta, de aztán addig ügyködtem, míg jó nem lett. Nem, ilyen lenti doboza nem volt neki. Nem. Volt egy ilyen orosz tévé, Gorizont, annak alul volt egy ilyen nagy hangládája. És ilyen nyeklő nyakló kis lábakon volt, és az egész olyan volt, mint egy ilyen részektárcos nő. Tehát nagyon óvatosan kellett hozzányúlni, mert ilyen lábai így... Szóval kicsit hozzányúltak, az egész így nyeklett nyakló. Hogy kitörik a lába mindjárt, kiszakad a menet, szóval egész katasztrofális volt. És egy ilyen nagy hangláda volt, és annak a tetején volt még egy 60 kilós tévé. Tehát ilyen... zselező ezt maga. Volt benne anyag. Igen, van bőven, kész. Tehát nem vacakoltak, tettek bele anyagot, ilyen nagy trafok volt benne, hálózatú trafok, ekkora volt. Önmagában nézve is komoly egy berendezés volt, az a trafok. Megcsinálták, működött ez a lényeg, működött. Itt még nem csinálták, meg azok meg már ott megcsinálták. Tehát akkor az nagyon korszerű volt, hát így most nézve egy vicc. De hát akkor, hát ez gyerekek, hát a csodák csodája volt, hogy tévé, nézzünk távolról egy képet, hát az csodák csodája volt. Nem úgy volt, mint most. 35-ben magyarok már csináltak, már 35-ben már közvetítették az olimpiát, a Hitler nyitotta meg, csak úgy mondanám. Ugye a berlini olimpiát közvetítették már tévével. Hát jó, hát nem sok embernek volt Németországban se tévéje, mondjuk volt vagy 100. Aztán kész, a nagyon nagy menőknek volt, aztán kész, senki más. És hát itt is az volt, hogy javítottam ilyen vetítős tévét is már, de akkor ezek gazdagok, igencsak gazdagok voltak, és ezeknek volt ilyen vetítős tévé, javítottam, senki nem vállalta, nem is tudták megcsinálni. Én meg megcsináltam, jó lett, az jól van, Grundig vetítős tévé. Bazi nagy vászon volt hozzá, ilyen omorú nagy vászon volt hozzá, ilyen, ekkora képcsövek voltak, ekkora lencsékkel, 3 darab, 3 színre, vakító fénye volt neki, és azt vetítette össze a vászonra. 3 szín külön vetítette a vászonra. Teljesen külön volt a 3 kép, piros, kék, zöld, és azt vetítette középre a vászonra. És akkor annak a konvergenciáját beállítani, na, a sport volt. Tehát, hogy a színek egymásról legyenek pont, és jól legyen. Az egy sport volt. De meg tudtam csinálni, mert én szerettem konvergenciát állítani, úgyhogy
Volt ilyen tévésavarom, elsírta magát, akkor se tudta megcsinálni. Ah, menj már innen a fenébe. Tim bambum, beállítottam neki. Kievbe, amit most éppen rommá verne, de Kievbe volt ilyen, elmentem ilyen mérnökszáz, meghívott vacsorára, a családjához meghívott. De mi vadnyugat voltunk neki, vadnyugat. Tehát olyan el sem tudták képzelni, hogy mi van itt, ez a legvidában barak volt. És akkor ilyen vadnyugat, farmer út volt, tehát farmer, farbarba mentem, farmer, tudod, farmer. 150 rubelt is adtak egy szaros farmerért. Tehát sok pénz volt. És annyira imádkozott, letérdelt előttem a Kressatiknál, letérdelt előttem a csávó, hogy vesz nekem három nadrágot, itt bemegyünk a boldog, vesz nekem három nadrágot, csak adjam neki ezt a farmert. Mert annyira szeretett volna, szóval be voltak ágyúva, mint az orkánkabát, emlékszel rá? Ó, milyen izé volt. Orkánkabát, az nagy, nagy dolog volt. És akkor sóhos orkánkabában mentünk, és hú, az nagyon ott volt. De a kaszinóban, ahol mentünk ki. Ez kicsit össze lehetett hajtani első kabát. De nem olyan volt, mint az a nylon kabát, az nagyon szar volt, tudod. Most is szar, ezek a nylonból összetákolt kabátok, ez nem jó. Átlátszó meg mindent, de nem jó. Beleizzadsz, mit tudom én. Orkánban is be lehetett izzadni, szóval ez nem levegőzött rendesen. Parancsolj! Igen, a 70-es évek, 80-as évek elején nagyon rossz minőségű motorokat lehetett kapni, meg alig lehetett kapni. Aha. Otthon nálunk ilyen tévédobozból van több cipőtartó, és olyan szépek voltak ezek a dobozok, amikben ez a tévében volt rakva. Politorozott dobozok. Igen, és apámnak a barátjának a fia szedte össze, és ebben csinált ilyen putorokat. Nálunk is három. Szegény ember vízzel főz. Persze. Ugyan, van-e valamilyen kérdésed, mondjuk? Tessék, hogyha ácsként tetőre egy 31,4 fokos tornyot építek, annak van hatás? Van, persze, lehet? Abszolút, abszolút, persze. Az a teremtőnek a rezonátora. És az a jó teszem. Az jó, igen. Az belül van, az intervallumon az jó. És oda hozza azt a rezgést. A templomtornyok is ezt csinálják pont. A jól megépített, pontos templomtorny oda hoz egy rezgést. Azt nem lehet elmagyarázni, de érzi mindenki. Tehát egy jól megépített rezonátor templom, amit templomkönyökre pontosan építettek, meg nagyon pontos meghatározva, hogy hová kell tenni a templom sarkát, meg mindennek nagyon fontos helye van. Nem az, hogy majd oda tesszük, mert a telek, hát ha jót akarsz építeni, az nem így kell. Csak a templomkönyökbe kiméred, tehát katedrális, nem lehet mindenhová építeni, és akkor ki van, megvan pontosan, ki van tűzve, hogy itt kell neki lenni. Gyerekek, a Hortobágyon, a sehol, a semmi közepén felállítasz négy darab dunsztos üveget, szutykos, rendes, literes dunsztos üveget felállítasz, megtöltöd vízzel, lerakod a megfelelő helyekre, és elkezdesz beszélni, és visszhangzik. Micsoda? Hallod, mintha visszhangzik, de hát nincs, ami visszaverje. Tehát az egy olyan rezgést hoz oda, az a négy darab dunsztos üveg is. És ha jól van megcsinálva a templom, akkor elkezd repedni az oltár előtt meghatározott centrumpont, ahol az oltárt kell rakni, az oltár asztalt kell rakni, ott elkezd repedni a kő, és az átreped a következő kövön, ahogy mennek az évszázadok, úgy reped végig a kő a jól megépített templomban. Onnan tudom, hogy egy templom jó rezonátor, hogy oda megyek az oltárasztalhoz, meg egy kukucskálok, látom, hogy meg van repedve a kő, akkor ez a rezonátor, az szétrepeszti. És fantasztikusan, egy jó rezgés van, oda bemész, minden egy zsibbad. Nem az van, hogy hát ez csak ilyen üző, meg klerikális, meg hiszékeny, meg francokat bemész, szkeptikuskám, olyan templom, jó templom, menjél be, ilyen híres templomban, menjél csak be, és menjél csak oda a fókuszpontjába, és érezni fogod, hogy hű, a francban minden nem zsibbad. Stonehenge is így van felépítve. Úgy van, tessék. Szóba került a hétvégén, hogy a templom könyvhoz nem egy állandó érték, igen, hanem egy változó. Mi határozza ezt? A helyen kívül. Hartmann háló, meg a lévonalak.
Tehát megvannak a Földnek azok a rezonancia hálói, ha az anyag nem kompakt, akkor hullámtereket áraszt. A hullámterek interferenciákat is termelnek. Ezek a hullámok egymásra nem hatnak, de együtt hatnak. Az nagyon más jelent, ugye, hogy együtt hatnak. Vagyis, hogy ez határozza meg, hogy egy kristályban hol van a következő atomnak a helye. De benned is ez határozza meg a DNS-ben a szénatomnak a helyét. Ha nem, nincsen ilyen rezonancia, nincs is ott szénatom, véged van. Tehát nem működik az egész. Tehát ennyire fontos dolgok ezek, és a templomkönyök az olyan, hogy meghatározom a hatalmahálót, meghatározom, hogy ez milyen viszonyban van a közeli Szentgyörgy vonalakkal, ha van, akkor a lévonalakkal, mert az nincs mindenhol. Ezek ilyen nagy áramlási vonalak, ami állandóan és folyamatosan áramlik, ahogy a Föld forog, az állandóan áramlik. Ezeket a katedrálisokat egy vonalba építették. De Angliától Görögországig egy vonalon vannak ezek a templomok. Meg lehet találni a térképen ezeket a templomokat. És ezek teljesen egy vonalba esnek. Mert ott jó a templom. És akkor igazából akkor van rezonanciában. És az, amit kérdeztél, hogyha ilyen kúp alakú tornyot építesz, akkor ez egy rezonanciához. Nem kell hozzá tömöranyagból megcsinálni. Az enyémben ez sejem van. Egy sejem anyag, mert a természetes anyagból jobb, de az enyémnek is vasfáza van, mert amikor a kápolnát építettük, akkor a megmaradt beton vasakból hegesztettem össze egy stupát. Villanyhegesztő. Vagyis az Árpi barátom hegesztette össze, de csámpás volt, meg nem rezgett rendesen, meg minden, és akkor szétflexeltem, azt addig hangoltam, még jó nem lett. Jó is lett. Olyan volt, hogy föltettem a rezonátort, azt le is vettem, föltettem a rezonátort, és olyan lett az egész, hogy majdnem leléptem a létráról, hogy lebegek. Komolyan, majdnem kiléptem a létráról. Tehát, de közben fenn voltam egy emelet magasan. Aztán, hogy elindultam a létráról. Mondom, oppá, a létráról nem kell elindulni. Tehát annyira érdekes érzés volt az ember, hogy én most lebegek. Tehát, volt neki rezonanciája. Azt levettem, most is van neki, de nem olyan vad, mint amikor be volt hangolva rendesen, a agyon működik. Úgy próbáltam ki, képzeljétek el, hogy volt egy órám, egy ilyen paraszt, ilyen izéóra, tudod, ez a proletár óra, ilyen kínai gagyi, vagy egy ilyen karóra, ismeritek azt a ilyen elemes óra, és akkor egy ilyen karóra kinézése van, egy kicsit ortopéd, nem baj. Na, a lényeg az, hogy arra ráírtam azt, hogy itt az idő. És oda tettem a stupa mellé, most is ott van a stupa közelében, az volt ráírva, hogy itt az idő. Eltelt két hét, látom ám, hogy a Fidesznek a kongresszusán ki van téve egy ilyen óra, és az van, hogy itt az idő. Működik, átment. mert az, aki azt tervezte, annak a fejében ez megjelent. Hogy mit kéne odaírni, mit kéne csinálni, és akkor ez jelent meg. Egy ilyen óra volt a falra föltéve, rá volt írva, hogy itt az idő van. Jó van, gyerekek, működik. És tényleg működik, tehát egy csomó dolgot kitaláltam, azt megvalósították. Kitaláltam, megvalósították. Sose gondosságban nem töröm a fejem, azt jó van. De azt is lehetne csinálni. Mert hogy ez egy adó, ami a teremtő ad. És működik. És hogyha valakinek olyan erős gondolata van, akkor azt meg is lehet valósítani, meg is valósult. Tessék, Marcsa. Kicsit még karbonozzunk, meg lejvonalazzunk. Jó. Amikor a Földnek a tengelye megbillent, mert beszéltük róla, hogy megbillent, nem úgy állt, ahogy állt, hanem volt vonatkozás, akkor ez a rendszer együtt fordult a bolygóval, vagy ugyanott maradt? Együtt kell neki fordulni, de azért nagyon nagyot változott ez is. Miért változik meg? Hát mert a Föld mag mozgása megváltozik. És a Föld mag ebben a legagresszívebb hullámot csinálja, az egy vas-nikkel mag. Tehát egy nagy fajsúlyú, hát ugye mennyi a fajsúlya? 5-7 vagy mit tudom én. Szóval magas fajsúlya van a vasnak, és ez a vas-nikkel. És a természetben gyakran vannak együtt a vas meg a nikkel, vannak ilyen meteorok is.
tehát óriás meteor, de vasni kell az egész, egy ilyen fogja a földvesztét okozni. Egy ilyen vasni kell meteor, mert oda akarják húzni a hold köré, már megvan a program, már megvan az egész, már megvan tervezve minden, de amikor ezt elmondtam, akkor még nem volt meg. És azt akarják, hogy abból építenek holdbázist a holdra, hát most meg a nikkel, hát a gyerekek rozsdamentes, annyi 100 tonna szám rozsdamentes anyag, hát nem kell oda átszállítani, tehát ott levágnak bele a darabokat, azt lehordják, ledobálják, vagy mit tudom, a földre, nem vagy is, a holdra. Nem is kéne, mert nem esik az eső. Hm? Nem is kéne, mert nem esik ott az eső. Nem kéne, de akkor is, hát ott páros is, de belül van, tehát csinálsz egy ilyen űrbázist, akkor belül van, mert belélegzik a párát, és akkor az azért elkezd bomlani, meg kell bomlani. Vannak ott ilyen bázisok, ilyen elhagyatott bázisok is vannak a Holdon. Találtak ilyeneket, ilyen régi, nem tudjuk, hogy kiépítette, tornyok, bazi nagy, 500 méter magas torony, meg ilyenek vannak. Tehát ilyen tornyok, de kiépítette azokat, tudod, a vakondokok, vagy nem tudom, kiépítették, ott nem lakhat senki, földön kívüliek nincsenek, mert az csak hazugság. Jó, de akkor kiépítette a tornyot, mert az árnyéka látszik, hogy az nagyon magas torony. Látszik a Holdon az árnyéka, a távcsőben is látszik. Ez ugye a látóhatárán van, mert a Hold körül keringő bázison bukott le, mert ahogy ment a Hold körül, a látóhatár az ilyen egyenletes, és ott volt egy ilyen pöcök rajta. De ez nagy pöcök volt. Igen, hát ilyen van. És de kiépítette, és a lezuhant űrhajókat kivitte oda, a fogak közt tartva. Igen, mert azért az azért 3,3 km hosszú, meg 500 méter magas cirkáló, tudod, az kicsit nagy. Képzeld el, hogy mekkora hatalmas nagy dög ez, hogy hát mire egy órát mész az egyik végéből a másik végébe, olyan nagy. Akkora nagy bazi, hogyha van egy ilyen hosszú fősorat, 3,3 km, az majdnem egy órát kell gyalogolni, 3-1 órát kell legalább. Ha mész, hát jó, a Péter az hamarabb megjárja, az ilyen gyalogkakú, az már 6 kilométerrel is tud menni. Ugye nem 4-jel megy, hanem 6-tal, de akkor van, aki futva megy, ugye? Aki benneteket lever, mint a vaka poharat, igen. Van, aki végigfutja a 100 km, szóval ilyen futóbolondok is vannak. Nem baj, sportol. Na jó, az mi maradt belőle, mondjuk 50 éves korára, azt nem tudom. De vannak ott öregek is, akik túlérték. Van mit mesélni. Van mit mesélni. Többször is megjárta a Kinizsit, oda-vissza. Nem, az öregeknek van mit mesélni. Az öregeknek is van mit mesélni. Aki elfáradt, de utána van mit mesélni. Igen, igen, van miről beszélgetni. És miért? A Camino az meg 800 km. Mennyi 800? 10. 10. Hát honnan? Mettől meddig? Mettől meddig, igen. Budapestről tört. Azt is végigjárta Peti. Úgyhogy szívós gyerek. A Camino is, mennyi időt mentél rajta végig? Óráértem. Egy hónap? 28 nap. Igen, igen. Hát azért úgy 30 kilométereket meg, mit tudom, az gatyogsz, az nem egy olyan nagy tragédia naponta. Hát azért mire átértél a túlsó, az óceánik, hát azért az messze volt. El is mentél odáig, mi megnézted? Persze, hogy nem, maradt még időn. Az óceán? Na. Aztán hazai jöttem szombaton, és vasárnap megnyerték a spanyolok az EB-t. Hogy lettem ilyen hülye, hogy hazai jöttem? Akkor a bulihoz, hogy csak Pamplónában hárman meghajtnak. A buliba? Igen. Hát ilyen nagy buliban, ilyen izébe, Rio de Janeiroban van ilyen karneválok, meg minden, ott is halnak meg, ám egy csóan. De sokan meghalnak. A nagy örömtől is meghalnak, meg hát mindenféle dolog történik. Lövöldözés is néha. Mert van úgy, hogy valaki föllő a levegőben, de az a golyó egyszer csak visszajön, és lehet, hogy pont a fejtetejében fog megállni. Pány! És annyi volt neked. Nem, ez az örömével lövöldöz a barom, nem gondolkodik, az majd valahol leesik. Hát valahol majd egyszer meg, nem foglalkozik vele. Ha be van indulva, örömködik, akkor ilyen valóságokat csinálnak. Ó. Minden, itt is megcsinálnak kieség, a fiatalok, mindenféle, de öregek is, olyan dolgokat megcsinálnak, úgy akar átugrani a hajóra, mint a 20 éves lenne,
mondjuk van valami hajós, átugrik, egy csomó ilyen felvétel, mocskos nagyokat perecelnek, mert azt hiszi, még 20 éves is, hát úgy átugrunk oda, hát nem világtugrani oda. Mit van neked? Adó 1%. Adó 1%? Ó, kérlek szépen, Istentan Egyesület, adó 1%, 0640-es technikai számra küldjétek az adó 1%-ot, és akkor kísérletezünk belőle. Mindenféléket, űrszondát, mindenféléket csinálunk, táborozunk a gyerekeket, üdültetjük, szóval ilyeneket csinálunk belőle, akinkkel segítünk, mert ezt most már mióta csináljuk, 30 éve. Tessék? Tagdíj. Igen, be lehet fizetni a tagdíjat. A hunok.hu-n megtalálod azt, hogy segíteni akar, és akkor a segíteni akar ott a második ilyen számnál, a bankszámla számnál, az 55-ös végű, igen, arra lehet befizetni a tagdíjat, a 24 edő, de 55-ös végű, oda be lehet fizetni a tagdíjat, és... 1200 forint egy évre, és csak annyit küldjetek, mert... 1200 forint egy évre, és csak annyit küldjetek, és írd oda, hogy tagdíj, mert akkor, ha többet küldesz, nehéz az elszámolásnál ottan küldhetsz lovét, de az külön, mit tudom én, támogatási címszólat küldjed, és akkor az ott rendben lesz. De hogyha a tagdíj, akkor az csak annyi legyen, mert az úgy szépen könnyen be lehet egyszerűen könyvelni, rendben van. És hogy be tudjuk azonosítani, tehát... A nevet is írd rá, hogy be tudjuk. Péter vagy Nagy Katalin. Igen, igen, hogy kinek a tagdíja. 1200 forint egy évre, 100 forint hónaptól az Egyesületünknek a tagdíja. Szóval nem szakadsz bele. Nem zsaroljuk össze magunknak a rengeteg pénzt, nem hazudjuk össze magunknak. Szóval ez csak úgy mondanám, hogy ebből próbálj meg fenntartani egy rendszert, és akkor rájössz arra, hogy nem lesz egyszerű. Mert hogy nem egyszerű. És érdemes vele. Ja, igen. Mert hogy meditálni akar a Péter, azért állított le engem, mert hogy 3-4-10 van. Ebben állapodtunk meg, hogy meditálni. Igen, de nem rád akarok valamit fogni, eszembe sincs. A Peti az figyelmeztet engem, mert én elfelejtkezem róla, de ő meg nem. Mert ő okos, én meg buta vagyok. Tehát az a lényeg, hogy meditálunk valamiről, hova menjünk, hold, jó lesz? Most telehold van. Ezen az oldalán vagyunk, mindenhol meleg van. Na? Kérdeztem már meg, hogy a holdal kapcsolatos mindenféle hiedelmekről nem is az a lényeg, hogy mert a hold az mindig ott van, hanem a róla visszaverődő negatív fény az, ami hatással. Mi az, hogy negatív fény? Hát a napfény verődik vissza. Hát igen, de... De ez miért negatív? Hát nem direkt a fény, a napnak a fényét, ahogy mikor rám süt, akkor kifekszek napozni, hanem a holdról verődik vissza. Na, mégis nagyon romantikáznak a lányok a holdfényre. Hát, jó van! Nem negatív az a fény, ugyanaz a fény verődik vissza. Ez a fény, de mégiscsak valami... Nincs semmi negatív. Nagyon szeretnének ördögözni, negatívozni, én tudom, mert az olyan izgalmas, meg kalandos. Jó, de megjelenik azon polarizáció? Megjelenik a polarizáció. Polarizációval. Megjelenik. Ilyen elég zavaros a polarizációja, de van. Polarizálja a fény, a visszavert fény mindig polarizálja. Pedig egy érdesnek mondható felület. Hát ilyen érdes felület, hegyek, kősziklák, por, ilyen holdpor, szétporlott. Na, megnézzük a holdport, irkálsz bele, na, az ujjaddal, jó? Na hát akkor, kedves hölgyek, urak, akkor köszönöm szépen. A meditációt csak itt a helyszínen szoktuk csinálni. Ezt éppen Tajvanról kérdezte egy kedves barátunk, hogy juthatna hozzá a meditációs kazettához, már nincsen. A kazettás módos sincsen, úgyhogy már nem érdemes azzal foglalkozni. De meditációs DVD van, de a postán nem szeretjük küldözgetni. Mi nem üzletből csináljuk ezeket. Hanem csak úgy, hogy legyen, ki tudjuk próbálni, tananyagban benne van, és akkor ki lehet próbálni, hogy tényleg működik egy meditáció, hogy te mindenféle űrhajó, meg minden nélkül el tudsz menni a holdra, meg vissza, meg tudod nézni, hogy néz ki ott. Nagyon érdekes. Mindjárt megcsináljuk. Kapcsoljuk a kamerát, mert hogy... Elköszönés. Elköszönök, köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor jövő héten találkozunk.